Hálóvilág kultúra, fotó. Szóval egyre többen szaladgálunk ilyen kis eszközökkel, ami látszólag fényképezőgép, gyakorlatilag egy ilyen kis miniszámítógép a világban, és nagyon gyorsan föl tudjuk akár az internetre, erre a new médiára, új médiára rakni a fényképészkedésünknek az eredményét. Mondom ezt azért, mert az ember néha elgondolkodik rajta, hogy milyen jó lenne most már tudni is, hogy mit csinál, hogy hogyan kell komponálni esetleg, nehogy Isten világítani. Erre most született egy könyv, nem is olyan régen, Fényképezés az alapoktól szakmai ismeret, a szerzője pedig itt van velünk, akinek egyébként szerintem Magyarország egyik legjobb fotós oldala van az interneten, és ha minden igaz, akkor ezt teljesen egyedül készíted, tehát otthon összerakjuk és csinálunk valami kis gyöngyszemet. Hát köszönöm a minősítést, 4-en dolgozunk összesen ebben a honlapban. Hát jó magam szerkeztem, és legnagyobb részt magam írom, de írnak bele, illetve grafikai fotós munkát végeznek kollégák, tehát többen csináljuk. És hát itt mindesetre ki van emelve a digitális fényképezőgépek, összehasonlítva a különböző eszközök, aztán, hogy hogyan kell készíteni fényképet. Mennyiben tér el a digitális gép hagyományostól? Mi az, amit biztos, hogy nem lehet vele soha megcsinálni? Hát először is nagyon sok minden ugyanaz. Tehát én úgy gondolom, hogy ha fénykép oldaláról nézzük a dolgot, akkor ugyanúgy kell tudni komponálni, képileg látni, témát meglátni és hasonló dolgokat, mind a hagyományosban, mint a digitálisban. Ami a digitálisban jobb, az a technikai különbségből adódik, ugye sokkal gyorsabb, tehát bizonyos területeken biztos, hogy a digitális hamarosan meg fogja előzni a hagyományost. Mint például a sportfotósok, például vagy a riportfotósok, nem ahol a gyorsaság számít, az olimpiáról azonnal megvannak a képek. Igen, az első olyan terület, ahol a professzionális fotográfiába bejött a digitális világ, az a riport fotó területe, éppen ez emiatt, ami miatt te is említetted. Viszont pontosan az internetes felhasználás az egy olyan terület, amelyik nagyon erősen motiválja a digitális kamerák használatát, mert minőségileg már a ma elérhető áru kamerák is megfelelnek az internetes felhasználásra, és ugye tudjuk, hogy ez az új média, ez nagyon sok képet kíván. Tehát a hagyományos fotográfia az viszont biztos, hogy meg fog maradni a saját területein. Mindenesetre most nem is olyan régen láttam egy felmérést, hogy valami 80%-ban az emberek még a hagyományosra szeretnek fényképezni, és akkor utána vagy beszkenneli, vagy egy ilyen negatív szkennerrel valahogy beviszi a gépbe. Tehát hagyományosból, analógból digitalizál. Igen, hát a váltás az biztos, hogy nagyon lassú, bár nyugati országokban, meg Magyarországon van némi eltérés ebben a dologban, tehát úgymond hátrább vagyunk. Tehát nálunk még, akinek megvan a hagyományos gépe és azzal jól megtanult fényképezni, meg van elégedve, az nagyon nehezen áll át a digitális technikára. Hát vannak olyanok is, akik vesznek egy digitális fényképezőgépet, a családjukat fényképezik, de már a komolyabb művészi, vagy hobbi, vagy kiállítási jellegű amatőr képeiket a hagyományossal. Hát ennek persze sok oka van. Erről is lehet esetleg beszélni. Hát például az ár, ugye, hát ilyen gépek már lényegesen drágábbak, mint ezek a kis olcsók, amiket én is mutogattam. Igen, hát mindenképpen fontos tényező a digitális fényképezés elterjedésének a lassúságában a digitális kamerák viszonylag magas ára. Illetve az, hogy a hagyományos gép az már megvan. És egy tekercsfilm, az ugye csak egy tekercsfilm. És még számos technikai tényező nehezíti a digitális elterjedését, de én úgy gondolom, hogy hamarosan rá fognak jönni az emberek, hogy mik azok a területek, ahol mégis érdemes a digitális fényképezőgéphez nyúlni. Te például hol használod elsősorban, és hány ilyen géped van? Hát én egy nagyon konzervatív ember vagyok, és hát mivel reklámfotóval, alkalmazott fotóval foglalkozom, ami az a terület, ahol én úgy gondolom, hogy legtovább fog megmaradni a hagyományos, mert ugye ez egy nagy felbontású, nagyon nagy minőségi igényű terület. Tehát én például a digitális kamerát próbafelvételek, tesztfelvételek készítéséhez használom a munkám során, de ezen kívül, a munkán kívül elég sok mindenre. Tehát azt, mivel ugye internetes oldalt is készítek és sokat internetezek, ott már nagyon lassú az, hogy valamit hagyományos filmet fényképezzek be és utána beszkenneljem, tehát ott már maximálisan csak a digitális fényképezőgépet használom. Egyébként van egy másik probléma is, maga a filmnek, vagy hogy mondjam, szóval a képnek a megjelenítése. A hagyományosnál beadom egy boltba, és onnan kijön a kép, akármennyiért, a másikkal pedig egyrészt nekem kell picit szenvedni, meg kell tanulnom szerkezgetni, vagy ha nem is szerkeztem, akkor is kell egy viszonylag jó minőségű színes nyomtató, annak egy átfutási ideje van, kiderül, hogy a patron azért nem is olyan olcsó, vagy az a technika, amivel én ott előállítom. Tehát, hogy azért ez nem olyan egyszerű és nem olyan olcsó, mint gondolom. Hát, én úgy gondolom, hogy ez a dolog nagyon hamarosan meg fog oldódni. Magyarországon is egyre több olyan labor nyílik, ahol digitális adathordozóról fotó eljárással abszolút jó fotominőségű képeket nagyítanak, elfogadható áron. Hát ma még egy ilyen nagyításra, jól tudom, 100 forint körül van, még egy fotófilmről készült nagyítás, ugye hol 20, hol 40 forint. De biztos vagyok benne, hogy az ilyen laborok elterjedésével erősen és gyorsan csökkenni fog a digitális adathordozóra nagyítható képek ára, és amikor körülbelül a fotó nagyítással azonos lesz az ár, abban a pillanatban véleményem szerint ugrásszerűen, robbanásszerűen el fognak terjedni a digitális fényképezőgépek is. Ez így van külföldön egyébként, tehát mondjuk Németországban, a világ igen, ott már viszonylag olcsó, illetve ott már használják az internetet is, az egész fotobiznisz. Szaknyelven úgy mondjuk fotofinishing, tehát ugye a végkidolgozási üzletág érdekében. Ez mit jelenti, hogy elküldöm Nagyon sok lehetőség van, igen. Csak hogy néhányat mondjak, meg lehet csinálni azt, van ilyen, Magyarországon is ilyen labor, akiben az interneten keresztül fogadja a képeket. De olyan is van, és ez egy abszurdabb, és inkább ezért ezt emelném ki, hogy elküldi a filmét előhivatni a laborba, ott előhívják, beszkennelik a képeket, interneten megnézheti a megbízó a képeit, és az alapján rendeli meg, hogy melyikre költi a nagyítást, amit postán megkap. Tehát, és ráadásul lehet, hogy a fizetést is így csinálja, nem? Tehát ott is valami kártyás megoldás van esetleg? Igen, hát ez az egész akkor működik, ha nem csak az információ mozog az interneten, hanem a pénz is. Igen, hát ennek ismerjük ugye, hogy miért nem működik Magyarországon, ugye ez az utánvétes dolog, hogy esetleg valamelyik ismerősünk, egy rossz akarónk az én nevemben ad fel valamit, és hát tehát nincs kockázata. Visszatérve a fényképezésre, milyen új eljárásokat kell használnunk a fényképezés közben, tehát hogy ugyanúgy szűrőznek-e, ugyanúgy a világítás számít-e, vagy pedig ez egy sokkal érzékenyebb képleképzési módszer, mint az eddigi? Lényegében a fényképezés technikai ismereteit éppen úgy kell ismerni. Néhány dolog más benne. Például, ha már a színszűrőzés került szóba, a színszűrőzés legnagyobb részt elektronikusan meg lehet oldani. Tehát ez mondjuk nem annyira kényes, mint a filmmel való fényképezésnél, ahol tényleg csak felvételi szűrőkkel tudtam a képet módosítani. De ami egy fényképet fényképpé tesz, és itt most nem csak az ilyen amatőr felhasználásra gondolok, hanem a komolyabb, igényesebb felhasználása, az a komponálás, világítás, téma meglátás, hát ebben nincs különbség. Tehát a digitális kamerával a kezemben éppen úgy meg kell látnom a témát. Tehát pontosan ez a lényeg, hogy szem mind a kettőhöz kell. Így van. Tehát ugyanúgy, és van még egy terület, csak egy mondat róla, nem tudom, hogy foglalkozol-e a mozgóképekkel, tehát ma már olyan fényképezőgépek vannak, amelyeket sokszor fényképezőgépként adnak el, de mozgókép rögzítésére is alkalmas egy MPEG-ben, egy ilyen kis flashcardra, akármi, akár fél perceket, egy perceket tudunk rögzíteni. Tehát itt hirtelen a te szakmád is kezd kitágulni, és idézőjelő, hogy hát a fényképészből operatőr lesz, vagy én nem tudom, hogy ez hogy lehetne megfogalmazni ezt az új szakmát. Hát az mindig nagyon jó dolog, ha egy eszköz több mindenre alkalmas, de általános más szakemberek véleménye szerint is nem igazán fedi át egymást komolyan ez a dolog. Tehát a videókamerákkal nem lehet jó minőségű állóképet készíteni, és a digitális fényképezőgépekkel viszont hát viszonylag kis felbontású és nagyon rövid videófelvételeket lehet készíteni. Tehát a videó, illetve a mozgóképe a videókamera való, az állóképe pedig a fényképezőgép. Tehát ez egy jó játék még, de nem biztos, hogy ez a jövő, lehet, hogy ez egy zsákutca? Ez így jobban eladható a termék? Én is így gondolom, hogy ez egy kereskedelmi fogás. Sajátos történelmi